Mikulás kabátgomja. Mikulás egész évben tett vett, hogy időre elkészüljön a gyerekek ajándékaival. Lótot futott, beszerzett és csomagolt, miközben naponta felolvasta a neki küldött üzeneteket. Hintaló, sima ügy nyugodott meg, ha ilyet olvasott a kívánságok között. Léleplő segér, meg lesz, tette el a következő borítékot. Távirányítós fogkrémkupak, olvasta a másik levélben, és már kezdte is kócolni szakállát. Mint mindig, mikor felbosszantották. Hát mi vagyok én? Tántalálmányi hivatal? De igaziból nem is haragudott. Mi lesz, ha nem készülök el? Mi lesz, ha nem érek oda időben? Járt az esze ide-oda minden télen. Ahogy aggodalmaskodott, észre sem vette, amikor egy ezüst gomb lepattant a prémes kabátja közepéről. A gomb nagyot koppant a földön, és elkezdett gurulni. Gurult, gurult, még be nem esett egy közeli repedésbe. Éppen oda, ahol a kacatmanók éltek, akik arról voltak híresek, hogy mindent összegyűjtöttek, amiről mások már úgy gondolták, haszontalan sem. Raktárakban elhasznált cipők, öreg bekkerek, és ki tudja, még mi mindenfélék sorakoztak katonás rendben. Amikor a Mikulás gombja megérkezett kacatföldre, a manók azt sem tudták, hova legyenek boldogságból. Ide nézzetek, a Mikulás gombja. Ez aztán a nagy fogás. Alig várták, hogy megérinthessék. Persze este volt is szivakodás, hogy kialudjon ezzel a ritka kacattal. Aztán ki más, a legkisebb kacat kapta meg a kincset. Vigyázz rá, éjszaka biztosan szép álmokat hoz majd neked. Takargatta be az anyukája lefekvéskor a kacatot, aki izgatottan szorította kezében a mesés kincset. Aztán elaludt. Már egészen késő éjjel lehetett, amikor arra ébredt, hogy valami bizseréli a tenyerét. Álmosan pislogott, de így is hallotta, ahogy a Mikulás gombja szólítgatja. Kacat, kacat, engedj már el! Úgy szorítasz, majdnem megfulladok. A kis kacat szétnyitotta az ujjait. Na, idesüs, nem akarok kacat manók raktáraiban porosodni egész életemben. Ássa el gyorsan, ígérem, meghálálom. Azzal sietve elgurult a kiarésig, ahol tegnap lepottyant, és ott várta, hogy a legkisebb kacat utolérje. A kis manó, mint az árnyék osont utána, és kis lapátjával ásott egy apró gödröt, majd beletette a Mikulás gombját. Reggel azt mondom a többieknek, hogy a föld nyelt el, búcsúzott gyorsan, és sietve visszabújt a takarója alá. Másnap reggel nem hitt a szemének. Senki meg sem kérdezte tőle, hogy hol a Mikulás gombja, hiszen a kacat föld bejáratánál egy hatalmas fa áldogált, tele szebbnél szebb ajándékokkal. Ide nézzetek, oda nézzetek, álmélkodtak a kis manók a meglepetés a tövénél. Ekkora kacatot még sohasem láttunk, mondták a legöregebb manók. Hogy kerülhetett ide? A Mikulás gombjából nőtt ki, vallotta be az igazat a legkisebb kacat, és töviről hegyire elmesélte éjszakai kalandjukat. Ha abból nőtt, akkor szólni kell neki is. Ne keresse, megvan a gombja, és hozzá egy kis meglepetés, dünnyögték el a kacatok. Mikulás mindig örömmel kereste fel kacatföldet, és most is hamar odaért. Zsáknyent megszedte szebbnél szebb ajándékot, és azóta sosem izgul, elkészül-e időben a meglepetésekkel. És ha majd egyszer ti is találtok egy elgurult gombot valahol, jól nézzétek meg, hát ha a Mikulás hagyta el.